Gondolkodtál-e már azon, hogy miért ugatnak a kutyák, és miért támadnak akkor, amikor elmész egy kerítés mellett? Mi az oka ennek? Persze a legnépszerűbb válasz erre a kérdésre az, hogy próbálják védeni a gazda területét, az udvart. És ezt nyilván mindenki elhiszi. De mit szólnál ahhoz, hogyha valaki azt mondaná neked, hogy a kutyák azért ugatnak, és azért támadnak valahányszor valaki elmegy a kerítés előtt, mert félnek, mert beléjük nevelte valaki, és az a valaki az maga az ember, a félelmet. Kit támadnak a kutyák? Erről régen még volt egy kis blogbejegyzés is a Szabad Gondolaton, hogy kit támadnak a kutyák. És arra jutottunk, hogy legfőképp azokat a személyeket támadják a kutyák, akikbe bele van szintén nevelve a félelem, és akik prédaként viselkednek a kutyák előtt, akikben több a félelem, mint a kutyákban. Ha te éppen nem vagy ilyen, bizonyára hallottál, vagy találkoztál olyan személyekkel, vagy hallottál róluk, akik nem félnek a kutyáktól, és szinte bárhol, bármilyen körülmények között szembálnak a legmérgesebb kutyával, és a kutya nem bántja őket. Miért van ez? Vagy miért van az, hogy bizonyos személyek bátorkodnak még az oroszlánokkal is szembe menni, nem félnek tőlük, és az oroszlánok nem támadják őket? Minek köszönhető ez? Elmondom, hogy minek köszönhető, nem muszáj elhidd nekem, inkább járj utána te is, kutassál, keresd az igazságot, kapják jelentéseket te magad is. Amire én rájöttem mostanig Isten kegyelméből, a Bibliát tanulmányozva, persze sok-sok imában, elmékedésben, vizsgálódásban, arra jöttem rá, hogy az az ember, aki még valamennyire tudja, nem felejtette el, vagy valaki eszébe juttatta neki, hogy ő konkrétan a teremtés koronája, Isten kedvenc teremtménye, akit ő a legmagasabb pozícióba helyezett minden teremtés közül. Az a személy, aki ezt még tudja, vagy erre emlékszik, vagy akinek ezt eszébe jutatta valaki, azt a személyt nem támadják meg a kutyák, de még a medvék sem. Olvassuk a Bibliában, hogy Dávid, ő nem csak Góliáttal küzdött meg, hanem azt mondta a királynak, amikor a király kigonyolta őt, hogy mit képzel ő magáról. A vitéz harcosok nem voltak képesek legyőzni a kemény filiszteust, Góliátot. Akkor mit képzel ő magáról? Hogy hogyan fog ő legyőzni majd a Góliátot, az óriást? Hogyan fogja megvédeni magát az óriással szemben? Dávid erre azt válaszolta, hogy az az Isten, aki engemet megvédett az oroszlánokkal és a medvékkel szemben, megvéd engem Góliáttal szemben is. Ugyanis ugye Dávid egy pásztorlegényke volt, és valahányszor a júnyáját megtámadta valami medve, oroszlán, ő elkergette, elűzte azt.
miért az íme gyermek volt, tiszta ember volt. Istennek a lelkülete, a tiszta elképzelése még benne volt. És Dávid valahol a szíve lelke ménő tudta, hogy ő a teremtés koronája, akit Isten minden más teremtmény fölé helyezett. Nem azért, hogy hatalmaskodjon mindenen is, kényekedve szerint elpusztítson mindent, mint ahogy ma teszi azt az emberiség, hanem azért, hogy ő minden fölött legyen, biztonságban érezze magát minden teremtmény között. Ne kelljen félni attól, hogy a medve, vagy az oroszlán, vagy az elefánt megtámadja. Még akkor sem, hogyha az állat tízszer akkora, mint ő. De ami benne van abban az emberben, az egymilliószor akkora, mint az elefánt, vagy mint a medve. Persze ez a mai emberekre már nem igaz. Mai emberek túlságosan eltávolodtak ettől az állapottól. Túlságosan eltávolodtak az édenkerti állapottól. Túlságosan elhomályosult a látásuk. És ezért menekülnek. Fél elemben vannak, nem egészben, nem teljesben, nem szer elemben. És ezért a rettegésüktől fogva, a rettegésükön keresztül megtámadják őket a vadak, a medvék, az oroszlánok, de még a kutyák is, és lassan már a kis cicák is megtámadják az embert, és az ember menekülni fog. Sőt, a mai embert, mint tudjuk, mint látjuk, nem is kell már támadni, mert akkora félelemben van, hogy már a képzeletétől rettegésben él. És a képzeletének a szüleményeitől is menekül, bezárja magát, kutyát tart, biztonsági berendezéseket épít, hogy megvédje magát az ő hazugsága, az ő tudatlansága, az ő gonoszsága által létrehozott lényekkel szemben. A kérdés az számodra, hogy téged még meddig támadnak a kutyák, az oroszlánok, a medvék, ezek a képzelt entitások, amelyek az elmédben vannak, amelyek fészket raktak a te szívedben, te elmédben. Mikor fogsz megmenekülni, és hogyan?